A budapesti horvát óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium, röviden HOSIG, legújabb színdarabjával érkezett Pécsre, ami a Budapest környéki horvátok történetét dolgozza fel. A főszereplő Szabó Gergő, aki ugyan nem horvát származású, de maximálisan azonosul a darabbal. Egy horvát-magyar közös történelmes, ezt mutatjuk be a közös történelmünket, hát ahogy eddig is, mert volt egy előző előadásunk is, az is a 800 éves, itt pedig most inkább arra teszünk hangsúlyt, hogy a Budapesten élő horvátok és a híres történelmi személyeket mutatjuk be. Úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen hobbi szintű, de legalább gyakorlom a nyelvet, és hát... Mondjuk ki, jól esik, amikor végén megtapsolnak, meg így, ha mondjuk interjút kérnek tőlem, tehát ez nekem jól esik, de igazából csak ilyen hobbi szinten csinálom, mert más terveim vannak. Azt kell mondjam, hogy a családunkban igazából senki se horvát, csak úgy döntöttünk, hogy kell tanulni még egy nyelvet az angol mellett, mert ez olyan nagyon alap, és mindenki beszéli, és mindig, amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen nyelvet tanulsz, és azt mondom, hogy horvát, akkor csak így néznek, hogy azt a miért, mi a hogyan. Úgyhogy hát így nagyjából ennyi, és hát általában a szokásokat szoktuk tartani, de mivel nincs sok horvát kötődésem, azért annyira nem. De egész hamar, tehát ha óvodába is oda jártam, meg általános, már 11. osztályba járok, egész elfogadó mindenki, tehát mivel én szereplek, én vagyok a főszereplő, elég sokan ismernek az iskolába, szóval, és próbálok mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Úgy gondolom, hogy ha már ennyi éven át, és ennyi nehézségen keresztül, dolgozatokon keresztül megtanultam a nyelvet, akkor már szeretném fel is használni. Tehát legtöbbször nyáron Horvátországban nyaralunk a családdal, iskolával, vagy a bátyám például kint dolgozik nyarantam, és hát én is tervezem, hogy így kimegyek, és akkor legalább megmarad ez a sok belefektetett munka. A HOSIG tevékenységével a tanulók horvát kulturális önazonosságának elmélyítésére törekszik. Mi egy több célú nemzetiségi oktatási intézmény vagyunk. Van nálunk óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium. Nemzetiségi iskola vagyunk, tehát legfontosabb célunk a nemzetiségi nyelvkultúra ápolása, a hagyományőrzés, a nemzetiségi identitástudat erősítése diákjainkban. Valami nagyon fontosnak tartjuk a kétnyelvűség és a kettős kultúra fontosságának a tudatosítását, hogy mindkét nyelv, a horvát és a magyar nyelv, illetve mindkét kultúra, a horvát és magyar kultúra is ismerete növeli diákjaink versenyképességét. Nálunk, miután nemzetiségi iskola vagyunk, nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti képzésre. Van tánccsoportunk, énekkarunk, zenekarunk, és ami a legújabb vállalkozásunk, van saját színházi társulatunk, a HOSIG Horvát Irodalmi és Táncszínház. Különböző színdarabokat állítunk a színpadra. A legsikeresebb színdarabunk egy történelmi színjáték, amely a 800 éves közös horvát-magyar történelmet mutatja be, és amely színdarabbal nem csak a magyarországi horvát településeken, iskolákban arattunk nagy sikert, hanem az anyaországban is, Horvátországban is. Neves színházakban léptünk fel, Zágrában, Splitben, Dalmáciában, Eszéken, ahol a Magyar Oktatási Központ diákjaival együtt is előadtuk a színdarabot. Az intézmény színházi társulata a magyarországi horvátság történelmének döntő epizódjait, irodalmi és egyházi személyiségeit mutatja be, de irodalmi alkotásokat, zenés, táncos hagyományokat, ünnepi szokásokat is feldolgoz. A HOSIG művészegyüttese, a Horvát Irodalmi és Táncszínház 2013 óta egyedülálló küldetést teljesít. Ez a mostani színdarabunk a budapesti horvátság gazdag kulturális és történelmi örökségét mutatja be. Különösen kiemelkedő szerepe volt a magyarországi horvátság és a budapesti horvátság életében a ferenceseknek, a horvát ferenceseknek, akik nem csak
a magyarországi horvátság vallását tekintve játszottak fontos szerepet, hanem az oktatás területén, hiszen iskolákat alapítottak, és a horvát nyelvű oktatásnak a megalapozói voltak. A Hosíg Irodalmi és Táncszínház 2016 óta tagja a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetségnek.